Történt egyszer réges-régen, karácsonykor lent vidéken. Volt egy asszony, s nagy családja, három fia, kettő lánya. Két fiú már legényé vált, néha-néha elelkószált. Két lány is cseperedett, csak a kicsi volt még gyerek. Szokás náluk, ha nap lemegy, körbeülik ők az asztalt, megvitatják dolgaikat minden éjjelt, minden nappalt. Egyik este szólt az asszony. Figyeljetek, gyerekek! Nem sokára itt az ünnep. Készüljünk fel! Benedek! Jövök, asszony! Szólt az ura, ki épp akkor lépett be a házba. S egy asztalnál látván családját, egyből mosolyra görbült a szája. Gyorsan telt el sok munkával az adventi időszak. Hányat alszunk, édesanyja? Kérte Misi minden nap. Nem izgatta, lesz-e vajon vacsorára mákos tészta. Inkább azon járt az esze, mi lesz majd az ajándéka. Gyere, Misi, segíts nekünk! Kezdjük el a házi munkát! Nincs most idő! Válaszolta, s elképzelte ajándékát. Figyelj, öcskös! Szólt a bátyja. Morzsolsz velem kukoricát? Nem érek rá! Szólott ismét. Hívd el inkább Attillát! A kismisi izgatott volt, nem is tudtak reálhatni. Várta nagyon az estét, hogy vajon mit fog majd kapni. Látja ezt a többi testvér, s tanakodnak, mi legyen a döntő. Hogyan mondják el kisöccsüknek, hogy ne legyen olyan önző? Behívják hát maguk közé, s térdükre ültetik, és suttogva beszélnek, hogy ne hallják szüleik. Figyelj, Misi, szeretnénk megosztani veled egy nagyon fontosat. Tiszta szívvel és lélekkel lesz boldog az, ki nem csak kap, hanem ad. Vésd szívedbe, nincs annál szebb, mint más arcára mosolyt csalni. Jobb lesz a világ, ha mindenki azt érzi, hogy jobb adni, mint kapni. Hoppá, ti is hallottátok? Most jönnek a hagyományok. Ez bizony egy régi szólás, furán hangzik, igen mókás. Azt jelenti, ne légy önző, nézd magadba, s tanuld meg. Másnak örömet szerezni, boldoggá tesz lelkileg. Így tett Misi is, ki nagyon akart már meglepetést kapni. De úgy érezte, itt az idő, és először mást szeretne boldognak látni. Készített hát két kezével egy-két apró ajándékot, hogy szenteste meglepje vele az egész családot. Volt nagy öröm és boldogság, mert mindenkit meg tudott hatni, és érezte azt a csodás érzést, mely szerint jobb adni, mint kapni.